Jó reggelt, üdv mindenkinek innen Zugló Máté szalkájáról, a Bosnyák térről. És gyorsan hozzáteszem, hogy Máté szalkához a gyerekkorom meghatározó emlékei kötődnek, úgyhogy ez akár bók is lehetett volna. Akár. A kérdés viszont nem ez, hanem az, hogy miért vagyok itt. Egyrészt itt lakom a környéken, másrészt pedig mutatni szeretnék nektek valamit, úgyhogy menjünk a busz megállóba. Néhány héttel, hónappal ezelőtt észrevettem, hogy a Mercedes buszok első kerekeim, vagy mint ahogy később kiderült a hátsókon is, van minden kerékcsavaron egy neonzöld kupak. Na most nem tudtam, hogy ez mi célt szolgál, úgyhogy megkérdeztem egy barátomat, aki mindent tud az autókról. Vagy ahogy mondani szokták, minden is. És nem tudtam, mi a válasz, úgyhogy megkérdeztem másokat is, és ők se tudták. Aztán harmadik embereket is, és ők se. Tudom, hogy 10 millió kerékcsavaranya kupak szakértő országa vagyunk, úgyhogy ti biztos tudjátok a választ, én és a barátaim nem tudtuk. Úgyhogy levelet írtam a BKK sajtóosztályának, és megkérdeztem, hogy mi ez az egész. Mondjuk a levélben olyan szakmai baromságokat is feltettem, amit most nem osztok meg veletek, viszont egész biztos vagyok abban, hogy a BKK sajtóközpontjában ezt a levelet kinyomtatták, kirakták a falra, és azóta is mindenki ezen röhög. Viszont miután az utolsó könycsepet is kitörölték mosolygó szemükből, megírták a választ, és ezt most fel is olvasom nektek. A VT Arriva összes autóbuszak biztonsági jogból neonzöld színű kerékcsavar őrrel van felszerelve. Ez jelzi, ha meglazult a kerékcsavaranya. A kupakok végén lévő nyilaknak üzemszerű működés esetén egymás felé kell mutatniuk. Amennyiben valamelyik elmozdul, a buszvezető azonnal látja azt a napi jármű ellenőrzéskor, és rögtön jelezni tudja a karbantartási igényét. A BKV ZRT autóbuszállományának egyes típusain is fellelhető hasonló technológia, kevésbé feltűnő módon. Hát, ma is okosabbak lettünk egy nagyon komoly műszaki témában. Ha nektek is vannak olyan kérdéseitek, amelyek régóta foglalkoztatnak, de nem meritek feltenni, akkor szerintem álnéven tegyétek ezt meg a komment szekcióban. Feliratkozni oldalt tudtok, találkozunk legközelebb, sziasztok!